A legszomorúbb és a legmeghatóbb részei az országjárásnak azok, amikor a kivándorolt magyaroknak a hozzátartozóival beszél az ember. Ezek a gyerekek jellemzően nagyszülők és dédszülők nélkül nőnek föl, és az itthon maradt nagyszülők és a dédszülők pedig gyerekek, unokák és dédunokák nélkül öregszenek meg. Szerintem ez a legszomorúbb, amikor odajön egy nagymama és azt mondja, hogy van 3 gyerekem, 7 unokám, és mindegyik külföldön él, különböző országokban. Meghalt a férjem, és itt vagyok egyedül. Azt megígérhetem öröknek, hogy minden erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy egy olyan komplex hazaváró program legyen Magyarországon, ami megadja a lehetőséget ezeknek a családoknak, hogy haza akarjanak jönni, hogy jó legyen hazamenni.